Halottak napja van, országszerte emlékeznek az emberek elhunyt szeretteikre, ma is sokan voltak a temetőkben. Engedély nélkül hajózott olasz vizekre az Alan Kurdi nevű NGO hajó, 88 migráns szállít, holnap ki is köthetnek. Egyelőre nem tudják megfékezni a sertéspestist Romániában, újabb 13 ezer állatot kellett levágni. És újra kinyitott az a tájbarlang, ahol bent rekedt tavaly egy ifjúsági foci csapat, már az első nap 2000 látogató volt. Ez a Híradó fél nyolctól az M1-en, Meszes Boglárka vagyok, jó estét kívánok! Halottak napja van, ma is országszerte ezrek emlékeztek elhunyt szeretteikre. A temetők virágba borultak és sokan gyújtottak mécsest. A halottak napjának legfőbb üzenete a remény, hogy a halál után ott van az élet. Sokan a fél országot bejárják ezekben a napokban, hogy felkeressék szeretteik sírját. Virágba borultak a temetők országszerte, sokan már minden szentek napján lerótták tiszteletüket elhunyt szeretteik előtt. Míg mások november 2-án halottak napján gyújtanak mécsest szeretteik sírjánál, Kecskeméten a rossz idő ellenére is sokan érkeztek virágokkal a kezükben, hogy megemlékezzenek azokról, akik már nem lehetnek velük. Sajnos sok a hozzátartozó, akihez jönni kell, és nagynéném sírja mellett találtunk egy olyan sírt, akihez szinte már szerintem senki se jár, és oda is mindig teszünk egy mécsest. A hosszú hétvégén vannak olyanok is, akik több temetőbe is visznek virágot, szeretteik sírjaira. Mi Nyírugosról jöttünk, tegnap ott voltunk, nekünk ott van a közeli hozzátartozók a nyírugosi temetőbe, illetve itt, úgyhogy tegnap ott voltunk, és ma pedig sikerült idejönnünk, úgyhogy most itt rójuk le tiszteletünket. Nagy volt a forgalom a vidéki és a fővárosi temetőknél is. Farkasréten az autók alig találtak parkolóhelyet, sokan a bejárattól csak több száz méterre tudtak megállni. Sokkal lejjebb álltunk meg, és villamossal jöttünk föl két megállót. Az olyan nagyobb sírkertekhez, mint a budafoki, rendkívüli járatokat is indított a BKK. A menetrend szerint közlekedő buszok pedig sűrűbben jártak. Több utat pedig lezártak, így autóval nem, vagy csak kerülő úton lehetett megközelíteni a sírkerteket. A temetőkben egész hétvégén kiemelten figyelnek a biztonságra. Fokozott rendőri jelenlét figyeltő meg a temetőben. Polgárőrök bevonásával a rendőrök járőröznek, ügyelve a temetői rendre és fenntartva a közbiztonságot. 5 óra után már fényárban úsztak a temetők, országszerte milliónyi mécses ég azokért az emberekért, akik ma már nem lehetnek közöttünk. Az emberek gyertyák gyújtásával fejezik ki, hogy lelkükben szeretteik örökké élnek. Én szeretem őt, és hogyha élne, akkor ő is szeretne engem. Gyertya, a mécses, azaz élet urára, Krisztusra, az örök világosságra emlékeztet bennünket. Az újszentmargitai temetőben pontosan 1010 mécsest gyújtottak. Az 1010 éves településen azokért lobognak a lángok, akik valaha a községben éltek. Meg kell állni egy pillanatra, amikor azokra az ősökre emlékezik, akik már sajnos nem lehetnek itt közöttünk. Kaposváron is több ezren mentek ki a temetőbe, szeretteikre, barátaikra emlékeznek. Van ennek jó oldala, rossz oldala is. Jó oldala, hogy éltek olyan emberek, akik nagyon fontosak voltak számunkra. Rossz oldala, hogy ugye elhunytak. Ez a nap nekem inkább szomorúbb, és kicsit csendesebb is. Igazából két dédimamám hunyt el, akire nagyon szépen emlékszem. A halottak napjának legfőbb üzenete a remény, ezt mondta Monostori László az M1-en. Az esperes szerint minden keresztény emberben él a remény, hogy a halál után ott van az élet. A világosság legyőzte a sötétséget, hogy az élet erősebb a halálnál, és hogy mégsem a halálé az utolsó szó, és ezt Jézus Krisztus óta tudjuk, aki hittünk szerint feltámadta a halálból és legyőzte azt, sőt, mi több ezer, mindannyiunk számára megnyitotta az örök hazába vezető utat. A temetők hosszabb nyitvatartással várják még vasárnap is az emlékezőket. Több sírkertben ma is meghosszabbították a nyitvatartást, hogy minden emlékező leróhassa kegyeletét. Budapesten a Rákoskeresztúri új köztemető is nyitva van még egy rövid ideig. Kapcsolunk oda, ott van tudósítónk, Jó Ferenc, szervusz. Ma is hasonlóan sokan voltak, mint tegnap. Jó estét kívánok! Hivatalos adataink ugyan nincsenek, azonban kijelenthető, hogy a héten a legtöbb látogató a sírkertekben tegnap minden szentek napján volt. Ezzel együtt ma is rengetegen látogattak ki a temetőkbe és gyújtottak mécseseket. Jól mutatja ezt az is, hogy
A budapesti temetők környékén ma is nagyon nehéz volt parkolóhelyet találni. Mi most épp, ahogy te is említetted, Bogi, itt vagyunk Budapesten az új köztemetőben. Innen most már azért lassan hazafelé tartanak az emberek. 8 órakor zár ugyanis a temető, úgy, ahogy az összes többi budapesti sírkert is. Érdemes megjegyezni, hogy holnap még a rendkívüli nyitvatartás érvényben lesz, tehát holnap reggel 7 órakor nyitnak, és este 8 órakor zárják a kapuikat a budapesti köztemetők. Jó, Ferencnek köszönjük szépen, és akkor nézzünk egy vidéki temetőt is, amelyik még nyitva van. Zalaegerszegre kapcsolunk Gyuk Alexandrához. Vannak, akik inkább az esti órákat választották, hogy felkeressék szeretteik sírját? Köszöntöm a kedves nézőket. Így bizony, itt még mindig vannak jó páran a temetőben. Itt vagyunk a Göcsei úti temetőben, Zalaegerszeg legnagyobb temetőjében, ahol 8000 sírhely található. 8 órakor zárnak itt is a kapuk, és 7 órakor nyitott a temető. Ma is sokan látogatták meg szeretteik sírját, de Zalaegerszegen is Minden Szentek napján voltak a legtöbben. Ezt mutatja az is, hogy 8 óra helyett 8:45-kor tudták bezárni tegnap este a kapukat. Ezt a Rendért Polgárőr Egyesület vezetőjétől tudtuk meg. Egyébként minden rendben zajlott Zalaegerszegen a temetőkben. Szerencsére semmiféle baleset és tűzeset nem történt. Holnap is rendkívüli nyitvatartással várják itt is még a látogatókat, mind az új temetőben, mind pedig itt a Göcsei úti temetőben. Fontos még azt elmondani, hogy az új temető környékén holnap is érvényben lesz a félpályás útzár, tehát a Kiserdei útra nem lehet ráhajtani majd a Kaszaházi úti körforgalomból. Egyébként pedig várják 8 óráig ott is az emlékezőket a holnapi nap folyamán is, és majd hétfőtől áll vissza a megszokott nyitvatartási rend. Alexandra, köszönjük szépen! Láthattuk az emlékezés része, hogy gyertyát gyújtunk és virágot is viszünk a temetőkbe. A krizantém, a szegfű és a rózsa ilyenkor a legkedveltebb, több millió szál is a sírokra kerül ilyenkor. Korábban viszont nem is a sírok feldíszítése, hanem sokkal inkább a hiedelmek álltak az ünnep középpontjában. Különböző krizantémok, rózsa, szegfű, legtöbben ezeket a virágokat vitték elhunyt szeretteikhez. A fehér színű a tisztaságot, a piros a szeretetet jelképezi. Mindenki a legszebbet választja annak, akinek a sírjára visz egy-egy szál vagy csokor virágot. Ez krizantén, igen, és szeretem ezeket a kicsit margarétás krizanténokat, szóval nem csak ezt a kimondott temetővirágot, hanem ilyen margarétához hasonló kisebb krizantént. Voltak, akik közösen választották ki, hogy milyen színű virágok kerüljenek hozzátartozóik sírjára. Én azt mondtam, hogy fehéret válaszol, ő azt mondta, hogy ő szeretne más színt is. Hát az egy... a személyisége a színes, az én lelkem meg fehér. Más pedig szeretett volna eltérni attól, amilyet a többség választ. Tegnap hallottam, vagy néztem a tévében, hogy mindenki fehéret vesz, nem mondom, akkor én most sárgát. Az örök klasszikusak a tobozalaposak. Tobozt, mohát, fát, kerámiát és számtalan más alapot használnak a koszorúkhoz. A hagyományos körforma mellett kapható kocka alakú is, ezek mellett pedig többféle tárgy és dekoráció közül is lehet választani. Én szoktam kitalálni, hogy milyen színű és formájú legyen. Általában sosem koszorút választok, hanem egy kicsit egyedibbe. Vagy egy tálat, ami maradandóbb inkább. Az egészen pici ledes mécsesektől kezdve a nagyobb méretű ledesekig és a klasszikus mécseseket. Az ilyen méretű és típusú mécseseket keresik leginkább az emberek. Vannak, akik egyet, mások pedig több tucatot helyeznek hozzátartozóik nyughelyére. Sokan azonban úgy gondolják, a legfontosabb az, amit éreznek, és csak ezután következnek a mécsesek. Az a lényeg, hogy megemlékezzünk. Természetesen szépek a nagyobbak, a ledesek, de én szerintem a gesztus a lényeg, és az, hogy emlékezzünk. És nem feltétlenül a mécsessel emlékezzünk, hanem a szívünkkel. A néprajzkutatók szerint a temetőkultusz az elmúlt évtizedekben erősödött meg jelentősen, amihez a kereskedelem is hozzájárult. Tátrai Zsuzsanna az M1-en azt mondta, mára a sírok feldíszítése került a figyelem középpontjába, míg régen a hiedelmek határozták meg ezt az időszakot. Tiltották a mosást, mert hogy akkor a hazajáró halott vízben járna, tiltották a meszelést, tehát egyáltalán mindig a nagy ünnepeken munkatilalom is van.
Tehát ez az időszak azért feltétlenül arról szólt, hogy odafigyelni az elhunyt hozzátartozókra. A néprajzkutató hozzátette, a halottak napja éppen kisfarsang időszakában van, ami a mulatságokról szól. Ilyenkor azonban van két nap, amely megállt parancsol, és arra figyelmezteti az embert, hogy az élete véges. A Don kanyarban a II. Világháborúban elesettekre és minden hősi halált halt katonára emlékeztek halottak napján Pákozdon. A tiszteletükre bemutatott misén Spányi Antal, székesfehérvári megyés püspök azt mondta, a Don kanyarból hazahozott ismeretlen katona sírjánál mindazok előtt tiszteleg az utókor, akik emberséggel, esküjükhöz méltóan, magyarságukhoz hűen életüket áldozták a honért. Hisszük, hogy a halállal nem semmisül meg az élet. Az életnek az az első szakasza, amit földi életnek hívunk, az érkezik a végéhez, átlépve a élet és halál mesdjéjén, a halál kapuján, az örök életbe, ha úgy tetszik, teljesebb életbe érkezünk. Imáinkkal halottainkat segítjük, akiknek sírhelyét tudjuk, és akiknek nem ismerjük, hol temették el. Minden évben emlékeznünk kell a borzalmakra és arra, hogy bosszúvágyból és ideológiai meggyőződésből mi mindenre képes az ember. Erről a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke beszélt Szabadkán, ahol a II. Világháború végén csaknem 2000 ártatlan embert, nagyrészt magyarokat végeztek ki a szerb katonák. Pásztor István emlékeztetett rá, hogy Tito partizánjai bestiális kegyetlenséggel gyilkoltak, a halottakat pedig jelöletlen tömegsírokba temették. Magyarország és Szerbia 2013-ban kért bocsánatot egymástól a vérengzésekért. Szabadkán a Vergődő Madár nevű emlékmű állít emléket az áldozatoknak. A közösségi emlékezés részévé kell, hogy tegyük, ezt pedig csak úgy tudjuk elérni, hogyha ezt a borzalmat újra és újra elmondjuk, erre újra és újra rávilágítunk, ezt továbbadjuk a fölnövekvő generációknak. Nem a fájdalom miatt elsősorban, hanem amiatt, hogy az emlékezést megőrizzük. A világ számos pontján különböző hagyományok szerint emlékeznek meg halottaikról az emberek. A Fülöp-szigeteken nem csak virágokat és mécseseket, de ételt és italt is visznek a sírokra, Dél-Amerikában pedig a gyász helyett inkább ünnepi a hangulat. Guatemalában még üzennek is az elhunytaknak, papírsárkányra erősített levelet küldenek az égbe. Minden évben rengetegen látogatják meg elhunyt szeretteik sírját a Fülöp-szigeteken minden szentekkor és halottak napján. Idén annyian igyekeztek az egyik manilai temetőbe, hogy alig fértek be a bejáraton. A családtagok virágokat, mécseseket, ételt és italt is hoztak magukkal. Természetesen ilyenkor nem gondolunk a hatalmas tömegre, hanem arra, hogy mit adhatunk szeretteinknek. Még akkor is, ha nem láthatjuk őket többé. A szeretetünk és törődésünk megmaradt az elhunyt emberek iránt is, nyilatkozta egy Fülöp-szigeteki nő. Mexikóban is a halottakra emlékeznek ezekben a napokban. A sírokra itt nem csak virágokat és mécseseket helyeznek, hanem színes ajándékokat, például lufikat is. Szerintem a miénk az egyik legszebb tradíció, ahogyan felidézzük elhunyt rokonaink emlékét. Így tudhatják, hogy akkor is velünk marad az emlékük, a lényegük, amikor ők már nincsenek velünk, mondta egy gyermekét elvesztő édesanya. Az országban gyász helyett inkább ünnepi a hangulat, a helyi hiedelmek szerint ilyenkor ugyanis az elhunytak egy napra visszatérnek a túlvilágról. Mexikóvárosban 2016 óta jelmezes felvonulást is rendeznek halottak napján is. A parádét az egyik James Bond film ihlette. Az elmúlt 3 évben a program óriási turista látványosságán nőtte ki magát. Imádom az ünnepet, boldoggá tesz. Tisztelgünk az elhunytak előtt egy nagyon szép módon. Mindenki boldog, minden színpompás, vélekedett egy belga turista. Guatemalában az emberek ilyenkor üzennek elhunyt szeretteiknek, az évszázados hagyományoknak megfelelően hatalmas, szépen feldíszített papírsárkányokat eregetnek a temetők közelében, amelyekre levelet kötnek rá. Már a nagyszüleim is így üzentek. A sárkányeregetés 1899-ben kezdődött, és már több mint 120 éve tart. A gyerekek és a fiatalok papírmaséból és nejlomból készítik a sárkányokat, magyarázta az idei fesztivál királynője.
Chilében idén politikai színezetet kaptak a megemlékezések. Santiagóban feketébe öltözött nők vonultak fel, akik a kormányellenes tüntetések áldozataira emlékeztek. Már 2 hete demonstrálnak a rossz megélhetési körülmények és a társadalmi egyenlőtlenségek miatt. Eddig mintegy 20-an meghaltak és 1300-an megsérültek. A halottakért, a meggyilkoltakért, akik eljöttek tiltakozni, de nem tértek haza, tiszteletünkről, szeretetünkről és támogatásunkról biztosítjuk a családokat. A kormány ezt nem tudta, nem akarta nekik megadni, nyilatkozta a gyászmenet egyik résztvevője. Szlovéniában is sokan keresik fel a temetőket a november elejé ünnepeken. Ilyenkor a legdrágább hozzátartozóinkra emlékszünk, én például a szüleim miatt vagyok itt. Nagyon rövid volt az életük, fogalmazott egy szlovén nő. Ljubljanában központi megemlékezést is tartottak, az államfő a többi közjogi méltóság jelenlétében megkoszorúzta a háborús áldozatok emlékművét. Engedély nélkül belépett Olaszország felségvizeire az Alan Kurdi nevű német NGO hajó fedélzetén 88 migránssal. A kapitánya rossz időre és az illegális bevándorlók pszichés problémáira hivatkozott. Az Alan Kurdi október 26-án vette fedélzetére a csoportot a líbiai partoknál, majd Európa felé indult. Miután Szicíliában akart partot érni, a baloldali kormány mégis engedélyt adott a kikötésre a dél-olaszországi Tarantóban. A belügyminiszter szerint nincs migráns invázió, amire Matteo Salvini, a tárca korábbi vezetője úgy reagált, hogy a kormány vagy tehetetlen, vagy hülyének nézi az olaszokat. Biztonságos kikötőt jelöltek ki az Alan Kurdinak, így jelentette be közösségi oldalán a csempészhajót üzemeltető német civil szervezet, hogy az olasz hatóságok engedélyezték a kikötést. Az NGO közlése szerint legkorábban vasárnap délután érhetik el a dél-itáliai Tarantót. Pénteken az Alan Kurdi engedély nélkül indult el Szicília felé, 88 afrikai illegális bevándorlóval a fedélzetén. A migránsokat még múlt szombaton Líbia partjainál vették fedélzetre a CI civil szervezet aktivistái. A hajó ezután a jóval távolabbi európai kikötők felé indult. Néhány nap várakozás után aztán úgy léptek be az olasz felségvizekre, hogy a hatóságoktól erre nem kaptak engedélyt. A kapitány ezt azzal magyarázta, hogy a migránsoknak a hajón nincs magánszférájuk. A 88 embert ugyanis nem tudják kabinokban elhelyezni, ezért mindenkinek a fedélzeten kell tartózkodnia. Hideg van, az emberek tengeri betegek, kiszáradtak és vannak sérültek is, de főleg a pszichés problémák adnak okot az aggodalomra, indokolta a hajó kapitánya, hogy az olasz partok felé irányítja a hajót. Nem ez az első eset, hogy egy civil szervezet figyelmen kívül hagyja az olasz hatóságok utasításait. Június végén a Sea-Watch 3 kapitánya, Carola Rackete önkényesen kötött ki Lampedusán, arra hivatkozva, hogy a hajóján humanitárius vészhelyzet van. Eközben járművével elsodorta a parti őrség egyik hajóját is. Az Alan Kurdi alig néhány nappal azután kapott kikötési engedélyt, hogy egy másik NGO hajó, az Ocean Viking, 104 migráns tett partra Szicíliában. Az új baloldali olasz kormány hivatalba lépése óta csak az Ocean Viking több mint 440 illegális bevándorlót vihetett Olaszországba. Luciana Lamborghese olasz belügyminiszter most mégis azt nyilatkozta, hogy nincs migráns invázió, és a kitoloncolások száma is növekszik. Azt viszont elismerte, hogy amióta ő vezeti a belügyi tárcát, szeptemberben és októberben is emelkedett az érkezések száma. Az utóbbi 2 hónapban mintegy 5000-en értek partot, de nagy részük önállóan, kisebb hajókkal és csónakokkal kötött ki. Közben Németország is visszatoloncolt Olaszországba több mint 1300 migránst, mert kiderült róluk, hogy nem jogosultak menedékkérelemre. Matteo Salvini volt olasz belügyminiszter, a Liga elnöke közösségi oldalán reagált a jelenlegi tárcavezető interjújára. Azt írta, az új római kormány vagy hülyének nézi az olaszokat, vagy tehetetlen, vagy az embercsempészek cinkosa. Salvini felsorolta, hogy amióta távozott a belügyminiszteri székből, szeptemberben 2498 migráns érkezett a tavaly szeptemberi 947-hez képest, októberben pedig 2015, a tavalyi 1007-hez képest. Elemzők szerint az Alan Kurdinak az olasz hatóságok a múlt heti umbriai helyhatósági választás miatt nem adtak engedélyt a kikötésre, attól tartva, hogy az újabb migránsok érkezése miatt a kormánypártokra kevesebben szavaznának. Ennek ellenére a térségben fölényes győzelmet aratott a Matteo Salvini vezette migráció ellenes Liga és a jobb közép, ami azért számít rendkívüli eredménynek, mert Umbriának az elmúlt 50 évben kizárólag baloldali vezetése volt.
Annyi bevándorló érkezett Görögországba az elmúlt 3 hónapban, mint 2017-ben egész évben. A Lesbos szigetén lévő Mória táborban már 15 ezeren vannak, ez a befogadó képességük 5-szöröse. A hatóságok hiába szállítják a bevándorlókat a szárazföldre, a szigeteken várakozók száma így is elérte már a 36 ezeret. A nyomás erősödése a Balkánon is érezhető, Boszniában sok településen elfogyott a helyiek türelme, a Bihács környéki táborokat 2 hét múlva be is zárnák. A boszniai szerb elnök ismét azt mondta, hogy szerb területre nem vihetnek migránsokat. Hello, where my friend? Migránsok próbálnak bejutni a bihácsi Bira táborba, nemrég érkeztek meg Boszniába, tovább indulásuk előtt pedig szeretnének megpihenni. No, I haven't police paper for that. Nincs papírom a rendőrségtől, de most itt vagyok 2 testvéremmel, és kértem a hatóságokat, hogy csináljanak nekem egyet, mert be akarunk menni, mondja ez a pakisztáni fiú. Jelenleg mintegy 1500-an vannak a Bira táborban, régóta nem engednek be újakat, az indoklás szerint ugyanis megtelt. Ráadásul a központok már csak 2 hétig működhetnek, mivel a kanton vezetése november 15-én valamennyi befogadó tábort bezáratna a környéken. Terveik szerint Bihácson kívül hoznának létre egy új tábort, azt azonban egyelőre nem lehet tudni, hogy ez hol lesz. A környék összes települése tiltakozik az ellen, hogy hozzájuk kerüljenek az illegális bevándorlók. Csak úgy, mint Milorad Dodik, a boszniai államelnökség szerb tagja szombaton úgy nyilatkozott, mostanra világossá vált, hogy Bosznia-Hercegovina nem képes megbirkózni a válsággal. Hozzátette, álláspontja továbbra is szilárd, a boszniai szerb köztársaság területére nem telepíthetők be migránsok. A boszniai szerb elnök azt is mondta, szerinte a bevándorlási válság egy gyarmatosítási folyamatra hasonlít, a migránsok nem csak áthaladnak a kontinensen, hanem valaki ide küldte őket. Milorad Dodik szerint a problémát az EU okozta, tehát nekik is kell megoldani. Közben a helyzet folyamatosan romlik a Balkánon, jelenleg mintegy 8000-en torlódnak Boszniában. A legrosszabb állapotok a Vucsák táborban vannak. Több száz bevándorlót ért itt a szabad ég alatt a novemberi elsős hűvös idő. A sátortábor teljesen elázott, a migránsok közül sokan betegek, és a feszültség is egyre nagyobb. Mit tehetnék? Ez a kormányon múlik, hogy mit tesz értünk. Szükségünk lenne táborra, épületekre, ez itt nem megfelelő számunkra, mondja egyikük. A segélyszervezetek szerint a migránsok nem maradhatnak télre ebben a táborban, a többi központot pedig nem szabad bezárni, mert annak beláthatatlan következményei lennének. Úgy gondolom, hogy mind a helyi lakosság, mind a bevándorlók számára katasztrofális döntés lenne bezárni a Bira központot, és remélem, hogy ezt a hatóságok is belátják, és megengedik, hogy a migránsok maradhassanak, legalább télen, mert jelenleg nincs más alternatíva, fogalmazott az egyik civil szervezet munkatársa. Nem csak Boszniában rossz a helyzet, a balkáni útvonalon most mintegy 100 000 migráns lehet. Az illegális bevándorlók száma azután emelkedett meg drasztikusan, hogy az elmúlt hónapokban sokan jutottak be délfelől Európába. Görögországban jelenleg is sorra dőlnek meg a rekordok, erről számolt be a közmédia balkáni tudósítója is. Az egyik legfrissebb az, hogy a héten kedről szerdára 1-24 óra alatt 800 illegális bevándorló érkezett a Görög-szigetekre, a legtöbben Lesboszra, és egy nap leforgás alatt a 2016-os EU-török megállapodás óta nem érkezett egy nap alatt 800 illegális bevándorló. Újabb rekordnak számít az is, hogy a leszboszi Mória táborban már 15 ezeren vannak, vagyis 5-ször annyia, mint amennyi a központ befogadó képessége. A helyzeten pedig az sem segít, hogy a hatóságok folyamatosan szállítják a migránsokat a szárazföldre. A görög szigeteken is évek óta nem látott zsúfoltság van, csak októberben 9000 migráns érkezett, így összesen már 36 ezeren várakoznak ott, és valamennyien Európa belseje felé tartanak. Meg lehetett volna előzni a 2017-es terrortámadást a London Bridge-nél, ez derül ki egy most megjelent brit jelentésből. A vizsgálat szerint a brit terrorelhárítás hibázott, amikor felfüggesztette az egyik iszlamista merénylő megfigyelését, pedig korábban az iszlám állam propaganda videóit, kivégzésekről és korábbi terrortámadásokról készült felvételeket találtak a laptopján. A terrortámadásban 8-an haltak meg. Ezek a felvételek 2017. június 3-án készültek. Este 10 óra körül egy fehér furgon nagy sebességgel a járókelők közé hajtott London ikonikus hídján, a London Bridge-en. A merénylők ezután a hídhoz közeli piacon, a híres Borough Marketen késsel támadtak a gyanútlan emberekre. Az alig 10 perces álmokfutásban 8-an meghaltak és több mint 50-en megsebesültek.
A rendőrök agyonlőtték a három merénylőt, a 30 éves marokkói líbiai Rashid Redouant, a Nagy-Britanniában született, de pakisztáni származású 27 éves Kurán Batot, és a 27 éves Yusuf Zagba marokkói származású olasz állampolgárt. A London Bridge terrortámadásról látott napvilágot most egy jelentés, amely a hasonló halálesetek elkerülésének lehetőségeit vizsgálja. Ebből kiderül, hogy a brit terrorelhárító központ többször felfüggesztette az egyik iszlamista merénylő, a szélsőségesként nyilvántartott Kurán Bat megfigyelését. A furgont vezető pakisztáni férfi ellen 2015-ben vizsgálatot indított a belső elhárítás, de akkor nem találtak arra utaló nyomot, hogy terrortámadásra készülne. 2016-ban csalás gyanújával letartóztatták. A házkutatáskor elkobzott laptopján az iszlám állam propaganda videóit, kivégzésekről és korábbi terrortámadásokról készült felvételeket találtak. A Bat elleni nyomozást azonban 2017-ben kétszer is leállították, utoljára alig 6 héttel a júniusi terrortámadás előtt. A jelentés élesen bírálja a London Bridge-i merényletet megelőző biztonsági intézkedéseket is. Egyebek mellett azért, mert a brit hatóságok nem helyeztek el védőkorlátokat a járda és az úttest között. Annak ellenére, hogy pár hónappal korábban, 2017 márciusában Londonban már történt egy ehhez hasonló terrortámadás. Egy iszlamista merénylő terepjárójával a Westminster hídon a gyalogosok közé hajtott. Majd kiszállt a kocsijából és megkéselte a parlament bejáratát őrző rendőrök egyikét. Ennek a merényletnek 6 halálos áldozata volt. A parlament fegyveres őrsége agyonlőtte a támadót. A London Bridge-i terrortámadás után a hidak járdáinak két végére betontömböket helyeztek el, hogy a járművek ne tudjanak felhajtani a gyalogosok közé. Iráni bevándorló késett halálra egy férfit a bajorországi Passau belvárosában. A sérült áldozatra járókelők találtak rá az utcán még csütörtök este, ám a 33 éves férfi életét már nem tudták megmenteni. A rendőrség pénteken Hessen tartományban fogta el a támadással gyanúsított 26 éves iráni férfit. A hatóságok szerint a támadó rossz viszonyban volt a szintén iráni származású áldozattal, és a két férfi veszekedése végződött az utcai késeléssel. Minden korábbinál jelentősebb béremelés vár a szakképzésben dolgozó pedagógusokra és oktatókra a következő tanévtől. Ezt mondta a Magyar Nemzetnek az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára. Pöröskei Gáborné hozzátette, akár 30%-kal is nőhet a jelenlegi keresetük. A cél a szakemberek megtartása és újak bevonása a szakképzésben. A tervek szerint a jövőben nem csak a hiány szakmákban tanulók, hanem minden szakképzést választó diák ösztöndíjat kap tanulmány eredményétől függően. Akár a 100 000 forintot is meghaladhatja a szakmai tárgyakat tanító pedagógusok kereset növekedése a következő tanévtől, mondta a Magyar Nemzetnek az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára. Pölöskei Gáborné kiemelte, a héten benyújtott szakképzési törvény értelmében lehetőség lesz egyéni béralkura. Így a legjobban teljesítő oktatók béremelése jóval 30% fölötti is lehet. A cikk szerint a jövőre életbe lépő több mint 32 000 pedagógust érintő nagyarányú béremeléshez a költségvetés évi 35 milliárd forint többletforrást biztosít. Az interjúból az is kiderül, hogy jól járnak a szakképzést választó diákok is, hiszen a jövőben minden tanuló kaphat ösztöndíjat, amelynek mértéke a tanulmányi eredményektől függ. Ezen kívül új elem a törvényben az akár több 100 000 forintos egyszeri pályakezdési juttatás, amelyre akkor jogosult a tanuló, ha sikeresen befejezi a képzést és szakmát szerez. Van nekünk egy versenyképességi tanácsunk. A kedvezőtlen gazdasági jelek miatt szükség van újabb gazdaságvédelmi akciótervekre, mondta Orbán Viktor október végén a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. A miniszterelnök hozzátette, a tervek kidolgozásában közreműködik a jegybank és a Varga Mihály pénzügyminiszter vezette versenyképességi tanács is. Az egyik ilyen jelentős javaslatcsomag, amit benyújtottak, és a kormány szerdán elfogadta, megy a parlament elé, ez a magyar szakképzési rendszernek a korszerűsítése annak érdekében, hogy egyre jobb minőségű munkások és egyre jobban fölkészült fiatalok álljanak a gazdaság rendelkezésére. A kormány annak érdekében, hogy csökkentse a gazdaságban egyre nagyobb mértékben jelentkező szakemberhiányt, és ezzel együtt egyre több fiatal tudjon elhelyezkedni, újabb lépéseket tesz a szakképzés megerősítésére. Az Innovációs Technológiai Minisztérium benyújtotta az új
új szakképzési törvény tervezetét. Palkovics László kedden azt mondta, osztrák mintára jobb, rugalmasabb és gyakorlatiasabb lesz a szakképzés, így a következő tanévtől már technikumokban és szakképzőiskolákban tanulhatnak a fiatalok. A technikum struktúráját tekintve 5 éves képzés, tehát nem 4 plusz 1 éves, mint a szakgimnázium volt, és itt nem csak szakmát tudnak szerezni az ebben a iskolaformában, ebben az iskolarendszerben tanulók, hanem felkészítjük őket az érettségére is, illetve felkészítjük a felvételére is. Az 5 év után egyszerre kapja készhez a tanuló az érettségi bizonyítványt és a technikusi oklevelét is. A technikusi oklevél egyben megfelel egy emelt szintű érettségének is. A törvénytervezet értelmében a szakképző iskolák 3 évesek lesznek, és az innen kikerülők rögtön elhelyezkedhetnek. Mindkét képzés duális formában történik majd, vagyis a fiatalok az iskolai műhelyek mellett a vállalatoknál is elsajátíthatják a szakmai ismereteket. Megnyílt az egyik legrangosabb ázsiai oktatási szakkiállítás Bangkokban, ahol Magyarországot 10 magyar egyetem képviseli. Az itteni továbbtanulási lehetőségekről tájékoztatják az érdeklődő külföldi diákokat. Az M1 tudósítója a helyszínen azt látta, hogy nagy az érdeklődés a magyarországi egyetemek iránt. Budapestről az ELTE, az Óbudai Egyetem, a Corvinus Egyetem, a Szent István Egyetem és a Semmelweis Egyetem. A vidékiek közül pedig a Pannon, a Soproni, a Debreceni, a Pécsi, a Szegedi és a Dunaújvárosi Egyetem is bemutatkozik az egyik legrangosabb ázsiai oktatási kiállításon, a Bangkoki Nemzetközi Expón. Az eseményre minden évben több mint 20 000 hallgató látogat ki, hogy a tanulási lehetőségekről tájékozódjon. A kiállítók nem csak a pavilonoknál várják az érdeklődőket, hanem előadásokat is tartanak az iskolákban induló szakokról. Az M1 tudósítója Kis Gábor István beszámolója szerint a magyar standoknál sok hallgató érdeklődik az ösztöndi lehetőségekről. A magyarországi tanulmányokat tervező ázsiai diákoknak a Tempusz közalapítvány és a Stipendium Hungaricum ösztöndi programok munkatársai adnak tájékoztatást. Például, ha csak Tájföldet nézzük, a Tájföldről magyarországi ösztöndíjjal rendelkező diákok 80%-a Stipendium Hungaricum ösztöndíjas, és idén ősszel, szeptembertől már túljelentkezés volt az ösztöndíjrendszerben. A hagyományosan a legelismertebb szakok, a legkedveltebb szakok továbbra is az orvostudományi képzések és a mérnök képzések sokasága, de a diákok, a tájföldi diákok kérdőíves bevallás alapján magasra értékelik például a magyarországi pilóta képzést is. A Bangkoki Nemzetközi Oktatási Expón 27 országból csak nem 400 intézmény mutatkozik be a hétvégén. A kerületi viták után a fővárosban is ellentét alakult ki az ellenzéki pártok között. A Jobbik ugyanis nehezményezi, hogy Karácsony Gergely már a fővárosi közgyűlés keddi alakuló ülésén felfüggesztené az új Szent István szobor felállítását, hogy teljes körű egyeztetés lehessen az ügyben. A szoborállítást eredetileg kezdeményező Jobbik szerint viszont a főpolgármester veszélyes vizekre evezett. Elkerített terület a Szent István Parkban. Az információs tábla szerint Szent István király szobra áll majd itt. A parknak ezt a részét pedig csaknem 2 hét múlva nyitják meg a látogatók előtt. Az emlékmű talapzata már el is készült. A szobor azonban korán sem biztos, hogy a megjelölt határidőig a helyére kerül. Ahogy az sem, hogy végül valóban a Szent István Parkban áll majd. Karácsony Gergely ugyanis felfüggeszteni a munkát. Ez derül ki a fővárosi közgyűlés alakuló ülésének egyik előterjesztéséből. A dokumentumban egy helyi civil szervezet kérésére hivatkozik a főpolgármester. Karácsony Gergely szerint ugyanis teljes körű egyetértés kell a szobor felállításának helyéről. Erről ugyanakkor még 2017 elején nagy többséggel döntött a fővárosi közgyűlés Tokodi Marcell jobbikos képviselő javaslatára. Eszerint a parkban Lukács György filozófus és kommunista politikus szobrának helyére kerül a Szent István királyt ábrázoló emlékmű. Idén májusban pedig a szobortervet is elfogadták a képviselők, így néz neki az alkotás a park jelenleg lekerített részén. Karácsony Gergely a projektet felfüggesztő javaslatát azonnal megtámadta a főpolgármestert elvileg támogató Jobbik. El a kezekkel a Szent István szobortól, ezt írt a közösségi oldalán Bencsik János. A párt képviselője szerint az új főpolgármester veszélyes vizekre evez, hiszen október 13-án arra kapott felhatalmazást, hogy ne csak a baloldali, hanem a jobboldali és centrista szavazókat is képviselje. Reagált Karácsony Gergely, aki közösségi oldalán arról írt, nem azzal van baja, hogy Szent István szobor legyen a parkban. Szerinte meg fogják találni a megoldást, amely nem jár a parkon belüli zöld felület indokolatlan csökkenésével.
A jobbikos Bencsik János egyébként úgy fogalmazott, lehetőség van új tervpályázat kiírására, Lukács György szobrának visszavételét azonban elfogadhatatlannak tartják. Azt írta, államalapító Szent Királyunk megérdemli, hogy szobra a nevét viselő parkban állhasson Angyalföldön. A jobbikos képviselő feltette a kérdést, hogy vajon kik és milyen okból hátráltatják a teljes körű egyetértést. Az LMP szerint egységesíteni kell a szociális és az egészségügyi bértáblát. Ungár Péter úgy vélte, a három nagy állami ágazatból a szociális bértábla a legalacsonyabb, amelynek rendezéséhez kizárólag politikai akarat kell. Három dolgot követelünk a kormánytól. Az első az, hogy a szakszervezetekkel a bértárgyalást folytassák le, és jussanak valamilyen eredményre. A második az, hogy fokozatosan évek alatt egységesítsék a szociális és egészségügyi bértáblát, és a harmadik pedig az, hogy ne legyen olyan kezdő szociális dolgozó, aki nem kapja meg a 200 000 forint nettót. Tovább terjed az afrikai sertéspest is Romániában. Két újabb farmon mutatták ki a vírust, ezért 13 000 állat levágását rendelte el a hatóság. Romániában a vírus két évvel ezelőtti megjelenése óta több mint 500 000 sertést kellett elpusztítani. Jelenleg az ország 41 megyéje közül 25-ben, köztük Magyarországgal határos megyékben vannak fertőző gócok. Fertőtleníti a lábát és a ruházatát ez a határon túli magyar gazda, mielőtt bemegy az állatokhoz. Évtizedek óta tart disznókat, próbálja megvédeni őket a sertéspestistől. Adtak szert az udvarra, és fertőtlenítsük saját magunkat, megint saját takarmánnyal tartjuk a disznót. Ennél a csedregi háznál üres az ol. Le kellett tölni az utolsó disznót is, mert elkapta a sertéspestist. A disznó feküdt, nem állott fel, csak egy nap 5-10 perce felkötöttük, vágott, és nem evett már akkor. Vettük észre, hogy gyanús valami. Akkor szóltunk az állatorvosnak, kijött, és kivette a vért, és elvitte a vizsgálatra. És akkor másnap szólt, hogy el fogják vinni, mert betegség benne van a vérbe. Itt mindenütt teli volt disznóval. Nincs már sertés ezen a hegyközszent imrei telepen sem. A teljes állományt levágták, miután megjelent a betegség. Lejött az eredmény, hogy pest is van. Nekünk volt 87 darab jószágunk, disznók, sok tenyészkoca, kanok, malacok, és sajnos mindet le kellett ölni. Ezzel aztán vége is lett az egésznek, tehát azóta felszámoltuk itt a disznó részleget. Megállíthatatlanul terjed az afrikai sertéspest is Romániában. A szakhatóság a napokban újabb 13 000 állat elpusztítását rendelt el. Az ország 41 megyéje közül 25-ben vannak fertőző gócok. Ezek közül kettő, Szatmár és Bihar, Magyarországgal szomszédos. Itthon a határhoz közeli magyar állattartók úgy védekeznek, ahogy csak tudnak. Ezen a vállai telepen a legszigorúbb intézkedéseket vezették be, hogy megóvják az állományt a betegségtől. Körbekerített a telep, az épületek pedig zárt, falazott épülettel rendelkeznek, és itt tartódik a sertés. A külső bejövő személy, akár gondozó, illetve állatorvos, fekete-fehér öltözön keresztül az utcai ruhát leveszi, megzuhanyzik, beöltözik a telepi ruhába, és így tud érintkezni a sertésekkel. Magyarországon elszórtan fordul elő sertéspest is. Október elején a budai hegyekben találtak fertőzött vaddisznókat, de sikerült megfékezni a betegség tovább terjedését. Sok európai országban viszont megállíthatatlan. Az Állategészségügyi Világszervezet néhány napja ismét megcsöngette a vészharangot. Legfrissebb jelentésükben az áll, hogy a világ sertésállományának negyedét kiírthatja a betegség, az pedig élelmiszerhiányhoz, a hús árának drasztikus emelkedéséhez vezethet. Továbbá a gyógyszeripar is hatással lehet, mivel a vérhigító készítmények előállításához is szükség van a sertésekre. Emberek ezrei kíváncsiak arra a Thai-barlangra, ahol tavaly nyáron esett fogságba egy egész foci csapat. A Tham Luang barlangrendszert most újra nyitották, csak az első nap 2000-en mentek le a mélybe, hogy lássák a világhírű helyszínt. A 12 kamasz fiú 17 napot töltött a barlangban, végül nemzetközi összefogással sikerült őket kimenteni. A látogatókat most egyelőre 30 fős turnusokban engedik a járatokba, nehogy újra baj történjen. Tavaly júniusban vált világhíressé az észak-tájföldi Tham Luang barlang, amikor a mentő alakulatok 9 nap keresés után élve bukkantak rá a bentrekedt ifjúsági foci csapatra. A 12 fiú és segédedzőjük a járatok felfedezésére indultak.
ám a hirtelen lezúduló eső elárasztotta a barlangot, így bent ragadtak. A mentőbúvárok egy üreg keskeny szikláján találtak rá a fiatalokra, akik élelem hiányában teljesen legyengültek. A tájföldi és a nemzetközi közvélemény csaknem egy héten át izgult értük. A drámai történet aztán jól végződött, a mentő alakulatok sértetlenül kihozták a foci csapatot. Most 15 hónappal a kiszabadítások után a tájhatóságok ünnepélyes keretek között újra megnyitották a Tamluangot. Buddhista szerzetesek áldották meg a barlangot, majd a bejáratot megnyitották a turisták előtt. Az érdeklődés már az első napon hatalmas volt, mintegy 2000-en akartak bejutni. Nagyon érdekes, teljes csoda, hogy a fiúk a barlang fogságába estek, mégis sértetlenül kihozták őket, vélekedett egy nő. A járatokba azonban egyelőre csak 30 fős csoportokban engedik be a látogatókat. A mostani egy új kezdet, egyelőre próbaüzemben működünk. Vizsgáljuk, hogy mennyi turista mehet be a barlangba. Úgy gondoljuk, hogy a bejáratnál biztonságosan tudjuk felügyelni a látogatók beáramlását, mondta a Tájföldi Nemzeti Parkok főigazgató helyettese. A barlangnál egy múzeumot is kialakítottak, amely a mentőakció részleteit mutatja be. A hatóságok emellett egy bronzszobrot is felállítottak a veszélyes mentőakció egyetlen áldozatának, a 38 éves Saman Kunannak, a tájhadi tengerészet nyugalmazott búvárának. Zente és Levente után újabb SMA beteg gyereknek gyűjtenek pénzadományt. Ezúttal Noelnek, egy 3 hónapos erdélyi magyar kisfiúnak. 2 hete derült ki, hogy gerincvelő izomsorvadása van, már most alig tud mozogni. A teljes életre az egyetlen esélye neki is csak akkor van, ha megkapja a méregdrága 700 millió forintos amerikai csodagyógyszert. Szia! Na mondjál valamit! Minden szóra figyel Noel, sokat gügyög, de mozogni szinte alig tud. A 3 hónapos kisfiúnak gerincvelő izomsorvadása van, néhány hete derült ki nála a ritka öröklődő betegség. Az orvosok a lehető legrosszabbra készítették fel a szülőket, kezelés nélkül nem biztos, hogy gyermekük néhány évnél tovább él. Sírtam, hogy mi lesz most velük. A család úgy döntött, hogy sorstársaikhoz hasonlóan ők is a világhálón kérnek segítséget. A legnagyobb közösségi oldalon Kicsi Noel SMA 1 néven található meg részletes történetük. Itt mindenről hírt adnak, és az M1-nek is megköszönik a segítséget. Az édesanyja azt mondja, a határon túlélnek a Bihar megyei Érkörtvélyesen, bíznak abban, hogy értük is összefognak az emberek. Nem is hittem volna. Tehát, hogy én velem ilyen megtörténik az én családommal. Hát én remélem, hogy nekünk is sikerülni fog. Az emberek kérés nélkül segítségünkre siettek, és ez fantasztikus. Bízom benne. Ugyan nekem több időm van, mint Zentének és Leventének, de minket is sürget valamilyen szinten az időm. Augusztus végén indult példátlan összefogás hazánkban a gerincvelő izomsorvadásban szenvedő Zentéért. Történetét egyik napról a másikra ismerte meg az ország, és aki csak tehette, rögtön segített, hogy a 1,5 éves gyermek felépülhessen a betegségből. A kezeléshez szükséges 700 millió forint néhány hét alatt összegyűlt, és kedden megkapta a speciális gyógyszert a fővárosi Betesda kórházban. Már haza is engedték, állapotát folyamatosan figyelik. Közben a szintén SMA betegségben szenvedő Leventének is elkezdtek adakozni az emberek. Rövid idő alatt összegyűlt a pénz, így hamarosan ő is megkaphatja a gyógyszert. A tudomány jelenlegi állása szerint az erdélyi kisfiúnak, Noelnek is csak akkor van esélye a teljes életre, ha hozzájut a Zolgensma nevű készítményhez. Egyetlen kezeléssel olyan génállományt juttatnak a testbe, amely pótolja a hiányzó fehérjét és megállítja az izomsorvadást, mondja a kisfiú orvosa. Ez a gyógyszer életmentő, óriási lehetőséget ad a gyermeknek, hogy túlélje, és nem csak, hogy túlélje, hanem hogy teljes életet éljen, és ezáltal ugye ez egy óriási dolog, tehát ezt nem is tudom talán szavakba kifejezni, hogy mit jelent egy embernek, hogy tud mozogni, hogy tud lélegezni. A speciális gyógyszert májusban kezdték el forgalmazni, eddig a világon mindössze 100-an kapták meg. Noel lehet a 3. magyar gyermek, akin segít, ha sikerül ismét összegyűjteni több 100 millió forintot. Egymást érik a programok a hosszú hétvégén. Happarti, Halloween futás és tökös falu verseny, hatalmas volt a kínálat szerte az országban. A legtöbb esemény a halloweeni témakörhöz kapcsolódik.
pálmafás körhinta, maszkészítés és legkülönfélébb jelmezek Kaposváron a halloweeni partin. Volt, aki rémisztő Jokernek vagy éppen tigrisnek öltözött, hogy teljes legyen a hangulat. Aki pedig kérte, annak még az arcát is kifestették. Természetesen sorban álltak a gyerekek, hogy tökéletesítsék a jelmezeiket. A lányok sem voltak ijedősek, ha rémisztő dolgokról volt szó. De nevé vagyok, és úgy festettek ki, hogy én nagyon szerettem volna de nevé lenni, és én megmondom, hogy mit festett. Hogy mi legyen rajtam, és most pók van rajtam, meg pókháló. A gyerekek mosolyogva rohangáltak a legkülönfélébb jelmezekben, így a szervezők elérték a céljaikat. Azt gondoltuk, hogy ez a hosszú hétvége egy jó alkalom arra, hogy szervezünk egy bulit, ahol kicsit a családok együtt lehetnek, és a gyerekek jól szórakozhatnak. Ugye ez a halloweeni beöltözős díj, meg ez a rémizgetős dolog, ez nagyon nagy kedvence a gyerekeknek. Miskolctapolcán pedig halloweeni habfürdővel várták a vendégeket. Egy estére a barlangfürdő medencéjét habbal borították be. Legkisebbek és legnagyobbak is élvezték, hogy nyakig merülhettek a habokban. De a programok ezzel még nem értek véget. A vendégek szinte felsorolni sem tudták, hogy mennyi mindennel tölthetik az estéjüket a fürdőben. Lehet tököt faragni gyerekekkel, színezni, állarcot, festeni, mindenféle. Poroszló pedig igazi tökös faluvá változott a hosszú hétvégére. A Heves megyei településen minden eddiginél többen neveztek a tökös falu programra, ahol valamilyen halloweeni díszbe öltöztették otthonukat, és rengeteg szépen faragott tökkel díszítették az utcákat és kertjeiket. Csináltunk egy boszorkányt, egy, aki főzi a üstben azt a valamit. Csináltunk egy nagy pókot, a tökökből csináltunk három cicát, egy körhintát, meg lett egy ilyen halloween kis várunk. Mindenki segített, aki tudott. Körülbelül egy olyan 6 éve csináljuk már. Amiért? Ja, hát ez a gyerekek miatt egyértelműen, meg szerintem tök jó buli. Az ötletek pedig részben tőlem, családtól, internetes rásegítéssel. Az elkészült alkotásokat zsűri értékeli, majd vasárnap kihirdetik a győztest. A Poroszlón tulajdonképpen közösséget szeretnénk építeni. Az év folyamán több olyan esemény zajlik, amihez a falu lakóinak, a családoknak az aktív részvétele szükséges. Turisztikai szezonban nyilván ennek inkább van turisztikai célja, a látogatók számára valamifajta produkciót az ide látogatók számára létrehozni. Gyulán pedig sötétedés után elrajtolt a 7. Halloween futás. A város utcáit ezen a napon ellepték a rémek, a vámpírok, boszorkányok és minden éjszakai teremtmény, akivel a valóságban nem szívesen találkoznánk. Halloween van, hát meghaltam tulajdonképpen. De azért lefutom az 5 kilométert így. Megpróbálom, hát ha megijednek a városban egy-két emberke. A futásnak pedig nem csak a sport és a közösségépítés volt a szerepe, hanem a jótékonykodás is. Ugyanis a szervezők idén is a sérült gyerekek megsegítésére és többek között az évközbeni táborosztatásra fordítják majd a nevezési díjakat. Jövő nyáron 600 gyerek 6 héten átnyaralhat majd. Újabb 24 produkció jutott tovább a Fölszállott a páva idei gyerekévadának tegnapi adásából. Ezúttal a táncos szólistákat, táncos párokat és tánc együtteseket láthatták a nézők. Az elődöntők jövő héttől indulnak, az élő show-t pénteken láthatják majd a Dunán, karácsony előtt pedig ki is derül, hogy kik lesznek a kategóriák legjobbjai és ki lesz a nézők kedvence. Kapcsolunk az M5-re, ott is nem sokára kezdődik a híradó Varga Szabó Anitával. Szervusz, jó estét kívánok! 40 éves a Győri Balett, ez alkalomból pedig jubileumi gálaestel és kiállítással ünnepel a világszerte ismert táncegyüttes. Híradónkban ebből mutatunk egy kis ízelítőt. Ezen kívül adásunkból azt is megtudhatják, hogy milyen keresztény és vallástörténeti hagyományok fűződnek a halottak napjához. És ma este debütál Budapesten a Bécsi Balett Carmina Burana című előadása, amelyben egy vízió elevenedik meg különleges koreográfiai elemekkel és díszlettel ötvözve. Tartsanak velünk, hamarosan kezdünk az M5-ön. Anita, köszönjük szépen!